Hello mindenkinek, élőben ez itt a Restart, én a Vendi vagyok, és ma is informatika az elkövetkezendő egy órában. Tartsatok velem, az elérhetőségeinket mindjárt látjátok a képernyő alsó részén, facebook.com Mindig ezzel kezdem, ez a televízió hivatalos Facebook oldala, lájkolni like való, hogyha úgy gondoljátok, és itt nézhető az adás élőben is bátran tessék hozzászólni, a videó mellett ezt meg lehet tenni. Ezen kívül telefon és Skype, ami még itt az élőadás során működik, úgyhogy ezeket is nyugodtan tessék hívni. Fix TV Hungary néven lehet bennünket keresni a Skype-on, partnerjelölés, visszaigazoljuk, és akkor lehet beszélgetni velünk, illetve a telefon is működik, élés virul 44 -51 es körzet számmal kell hívni, hogyha esetlegesen nem Budapestről telefonáltok, bár mobilba úgyis be kell ütni, tehát lényegtelen, meg simán a vezetékesbe is beüthetitek, működni fog. No, kezdjük is, a Samsung hivatalosan is bemutatta az Exynos 9820-as lapkáját, amit a gyártó az új csúcslapkák, illetve a csúcstelefonokba fog majd alkalmazni, és elsőként minden bizonyal majd az S10-es modellekbe találkozhatunk vele. 8 nanométeres, ez nem 7 akar lenni? Hm, Mindegy, 8 nanométeres gyártás technológiára épül, és negyedik generációs cpu tartalmaz három klaszterrel. A gyakorlatban ez azt jelenti, hogy kapunk két nagy teljesítményű processzormagot, két szintén elég erős Cortex A75-ös magot, valamint négy darab energiatakarékos Cortex A55-ös magot a Samsung szerint az egymagos teljesítmény 20%-kal, a többmagos 15%-kal, az energiatakarékosság pedig 40%-kal lesz jobb az előző 98-10-es Exynoshoz képest. Ez azt gondolom elég jó eredmény. Itt tudok is nektek mutatni erről egy ilyen kis táblázatot, tényleg 8 nanométeres. Ez nagyon érdekes, mert azt gondoltam, hogy, hogy a 10 után rögtön a 7 jön, mint gyártástechnológia, de ezek szerint a az Exynos az 8 magos, kérem szépen. És uh, jó látszik egy pillanatra, még ne vegyük el a képet, hogy 8K-s videó felvétel uh, lejátszására, illetve felvételére is képes, méghozzá 30 képkockával, és a 4K-t már 150 képkockával tudja, tehát gyakorlatilag 4K-s videókat lehet már lassítani uh, majd az ezzel szerelt készülékeken. Ez azért brutál. Brutality, azt gondolom. Jó. Mit lehet még tudni euh, róla? A grafikai munkát a vadonatúj, ahogy a képen is látszott Mali G75-ös eh, GPU végzi, 12 magos verzióban, eh, ami 40%-os teljesítmény növekedést hozhat, miközben itt is javul az energiahatékonyság, emellett eh, ezúttal egy dedikált NPU, tehát egy neutrális processzor eh, is eh, helyet kap a, a chip, Szedbe, ami a mesterséges intelligenciával kapcsolatos feladatok elvégzését hivatott elvégezni. A említést érdemel még, hogy új LTE Advanced Pro modem kerül a, a chip ami egy nagy lépés az 5G irányába, ugyanis ez akár 2 GB-os letöltési sebességet is lehetővé tesz, tehát 2 GB per másodperces letöltési sebesség. További érdekesség, ahogy az előbb már ugye láttátok, meg mondtam, a 8K-s videó felvétel támogatás is kerül bele 30 képkocka sebességgel, így akár ez az opció már megjelenhet az s 10 Tehát, hogy még az is lehet, hogy lesz, ha a kamera lencse is képes lesz, illetve a feldolgozó szenzor is képes lesz 8K-s felbontásban Videó felvételt készíteni, akkor 8K-ba lehet majd videózni, az azért elég brutális. Tudom, elszaladunk kicsit, már hogy nem mi igazából, hanem a Samsung, tehát nincs, nincs szükség, hát még a 4K bum sincs itt, nem hogy a 8K bum. Egyetlen egy felhasználási részt tudok nektek mondani, ahol, ahol ez jól jöhet, hogyha mondjuk 8K-ba forgatsz egy videót, és mondjuk kicsit tágabban kamerázol, tehát egy kicsit nagy totált mondjuk, akkor abba a képbe, természetesen ha éles, <laughs> akkor abba belenagyítva nagyítva eh, tudsz 4 vagy Full HD és olyan minőségű képet kikroppolni, ami az előbb említett felbontásokon kristálytiszta minőséget fog eredményezni. Tehát igazából eh, erre lehet esetlegesen használni. Magát a 8K-t a szempontból nem gondolnám, hogy túl sok értelme lenne még most a a mai, a mai világban. Szerintem ez egy tíz év körülbelül még egyáltalán a 8K-val úgy érdemben lesz értelme foglalkozni. Talán öt év múlva beérik a 4K, de igazából szerintem ezek most már ilyen kicsit így, erről már korábban is beszéltünk, ez egy kicsit lassabb folyamat, azt gondolom. Bármennyi is azt gondolnánk, hogy, hogy gyors folyamat, lassú folyamat. Ha belegondoltok, hogy a HD is hol tart... Hát igazából, ha most a televíziózásból indulunk ki, én ebből szoktam, ugye, mint tartalomfogyasztás, akkor, akkor azért hát még egy csomó tévé nem ad, még HD-ben sem, nemhogy 4K-ban, 8K-ban, tehát hogy azért ettől még azért messze vagyunk. Úgyhogy az Exynos 9820-as tömeggyártása végén indul el, tehát nagy valószínűséggel ténylegesen a... A, a, a valamikor tavasszal megjelenő S10-es, ha így fogják hívni egyáltalán, sorozatba fog majd belekerülni. Jó, folytatjuk. Uh, iPhone, illetve hát <laughs> valaki egy fürdőkádnyi apró pénzzel fizetett az új iPhone-jáért Oroszországban. Egy férfi úgy döntött, hogy egy fürdőkáddal fizet egy Apple iPhone XS vagy 10-es készülékért, olyannal persze, ami tele van pénzzel, apró pénzzel. Manapság ugye a Huawei Mate 20 Pro, illetve a Samsung Galaxy Note 9 jelentik a slágert, de a Huawei hamarosan jócskán emelné a tétet, na meg persze ugye az iPhone 10 es még talán, ha nem is akkora siker a három új iPhone, mint mondjuk a korábbi készülékek voltak, és az Apple kicsit reményvesztett ebben a kérdésben. Sok országban azonban igazi szimbólum továbbra is az iPhone. Azt gondolom, hogy ez, ez szerintem itt nálunk is jellemző, mert bizonyos körökben a gazdagságot és a rangot jelzi. Húha! Amikor a 13 éves kislányoknak, meg kisfiúknak a kezébe látod az iPhone-t, az is valószínűleg a gazdagságot és a rangot jelzi. Hát ők már rangos urak, meg a hölgyek, nem? <kül> És hát, hogy hogyan tudja valaki még jobban felhívni a figyelmet magára, ha már megvásárol egy ilyen készüléket, már a megvásárláskor mondjuk úgy, hogy kieszel egy látványos tréfát. Oroszországban egy férfi nemrég eldöntötte, hogy megvásárolja az új iPhone készüléket, éppen ezért több társa segítségével egy fürdőkádat cipelt be egy helyi boltba, ami tele volt apró pénzzel. Az oroszországi Apple Store vezetője, szerint a boltvezető nem igazán volt boldog a mutatványtól. A normál méretű fürdőkádban ugyanis megközelítőleg 100 ezer orosz rubel volt, ami jelenleg a pontos vételára egy 256 gigabajtos iPhone 10 es készüléknek. Tehát 100 ezer rubelt vidd be egy fürdőkádba az emberünk. Szép mutatvány lehetett a történet. Egy képet tudok róla nektek prezentálni, amit a. A sztorban készítettek, itt az ember éppen, uh, hát nem is tudom, mit csinál, csomagolja be, vagy teszi el az ujjáéfen, és itt van mögött a kád. Hát <laughs> a telepénzzel gyakorlatilag. Zseniális. Hát vannak még humoros emberek. Kíváncsi lennék, hogyha én ebbe mennék valami bold vagy fürdőkáddal. <laughs> nem is értem. Na mindegy, is is fürdőkádom, de ezt hagyjuk. Apple-nél maradunk. Apple ID problémák vannak, kérem szépen méghozzá sok iPhone-os bosszankodik, hogy kizárta őt az Apple a saját fiókjából. Különös problémával szembesülhetett jó pár iPhone tulajdonos az elmúlt napokban. Zárólva lett ugyanis az Apple ID-uk, enélkül pedig eh, hát ugye nem nagyon lehet használni bizonyos funkciókat az iPhone-on. Közösségi oldalakon a világ minden részéről, de legfőképpen az Egyesült Államokból panaszkodtak arra az iPhone tulajdonosok hogy az Apple ID azonosítójukat hirtelen zárolták. Egy üzenet is megjelent az érintett készülékeken, amely szerint biztonsági okokból történt a zárolás, a feloldáshoz hitelesítésre van szükség, a felhasználónak meg kell adnia a fiókhoz kapcsolódó jelszavát, és meg kell válaszolnia a korábban jóvá hagyott biztonsági kérdéseket. Eztán tudja csak megváltoztatni ugye a jelszavát. Az Apple többféle okból is kizárhat egy felhasználót, ilyen általában akkor fordul elő, ha valaki többször próbálkozik helytelen szóval belépni a a fiókjába. Ha az Apple ID zárolva van, a felhasználó olyan szolgáltatásokhoz nem férhet hozzá, mint az iCloud, az iMessage, az App Storeból nem tud szolgáltatásokat vagy appokat letölteni, illetve az Apple Musicot sem tudja használni. Elképzelhető, hogy hackerek próbálták megszerezni az iPhone-osok Apple ID-ját, és ezért zárolta az Apple a fiókokat, hogy megakadályozza a feltörést. Ez persze csak feltételezés. Az Apple hivatalosan ugyanis nem kommentálta a történteket. Minden esetre az senkinek sem árt, ha módosítja a jelszavát, és bekonfigurálja ugye, a kétlépcsős azonosítást, ami az Apple ...nél is létezik és működik, és sajnálatos működés lenni. Jó? Oda, tessék el Oda, odafigyelni. Jó. Aztán megyünk tovább. A... Mi történik? Telefon? Csörög? Helyes. Új téma érkezik a Windows 10-be. Uh... Ugye megszokhattuk, hogy mostanában divat a sötét téma. Most valamelyik nap beszéltünk is róla, hogy a Google eh, gyakorlatilag elárulta, hogy miért jó a sötét téma. Azért jó a sötét téma, mert energiát lehet vele eh, megspórolni, és üzemidőt lehet vele eh, gyakorlatilag hosszabbítani, tehát A sötét módban használjuk. Na most, eh, gyakorlatilag a Windows 10, ilyen, tehát a Microsoft ezek után elhozta az úgynevezett, a dark mód az úgynevezett light módot, <laughs> <laughs> úgyhogy még világosabb lesz a képernyő, hogy az egész pontosan mire lesz alkalmas, az, az egy más kérdés. Miközben a Google éppen azon van, hogy kvázi divattá tegye a dark témát és a sötét használatát az alkalmazásokon, a Microsoft már egyel tovább jár, a Mountain View-i cégnél. Redmond ugyanis a Windows 10 következő kiadásának legújabb előzetesében egy úgynevezett light, azaz világos témát is bevezetett. Az új téma alapvetően alakítja át az egész rendszert, annak részeként a start menü is például világosabbra változik. A tálca, de még az asztal, illetve a virtuális billentyűzet megjelenése is az eredeti fekete, illetve sötét-szürke színek helyett elsősorban kék, illetve annak világosabb árnyalataira fog lecserélődni. Mindennek köszönhetően a Windows 10 egy kicsit könnyedebb, de mindenképpen világosabb megjelenést fog kapni. Egyébként én nem vagyok kibékülve a dark móddal, ezt már elmondtam akkor is, amikor ugye erről szó volt. Nem tudom. Nekem tényleg túl sötét. Tehát, hogy azért valahogy világítson már a gép, mert úgy látom jól, ha most sötétben van, akkor az embernek a szemét is jobban meg kell erőltetni hozzá, hogy elolvasson mondjuk egy szöveget. Az egyébként a, a, a nem túl jó szememmel még még erőltessem, hogy hogy olvassak, nekem valahogy jobban bejön a, a világos mód. De egyébként szerintem minden megszokás kérdés, én ezt szoktam meg valahogy. Ugyanakkor az új előzetes nem csak kozmetikai. Ö, változtatásokat hoz, hanem komolyabb fejlesztéseket is tartalmaz egyébként, ha már ugye Windows 10-ről beszélünk. Így például a Windows Update már automatikusan képes felismerni azt, hogy a felhasználó a nap mely órájában dolgozik leggyakrabban, és azokon kívüli időszakra időzíti például a frissítések telepítését. Követő automatikus újraindításnak a lehetőségét, amit a továbbiakban is természetesen kézzel is lehet állítani. Ezen kívül az új verzióban átláthatóbbá tette az alapértelmezett nyomtatási dialógust is a rendszer, illetve a használatát a látássérültek számára is segítő, kiegészítő funkciókat is okosabbá varázsolta. Az új világos témát az Insider felhasználók a legújabb Windows 10 előzetes verziójában, a 19H1-es verzióban már kipróbálhatják, a gépházban lehet kapcsolgatni ezeket. Az új verzióban bevezetett további újdonságok a hétköznapi felhasználók számára a frissítés következő év tavaszán várható verziójában fog majd, ugye a Windows 10 következő verziójában fog majd elérhetővé válni. Hát van itt egy screen capture róla, hogy milyen ez a, ez a világos mód. Ö, igazából olyan, mint a mostani szerintem, csak egy kicsit kékebb. Nem? Mert most megnézzük most a, most a, ö, mondjuk a, hát ez most jó fehér, mondjuk bemegyünk ide a biztonságba, most gyakorlatilag majdnem ugyanolyan színekről beszélgető, nem? Tehát, hogy nekem úgy nem tűnik, nem tűnik különösebben másnak a, a dolog. Jó, na hát... Az a lényeg, hogy elérhető. Jó, megyünk tovább. Akkumulátor növelés, illetve üzemidő növelésről beszéljünk egy picit. Mit szólnátok hozzá, hogyha akár 6 órával is tovább bírne az akkumulátor a telefonotoknak? Az azt gondolom, hogy egy elég jó dolog lenne. Az telefonok és úgy általában ugye a hordozható eszközök, aki lesz sarka, a viszonylag rövid hálózat független működési idő, brit számítógépes szakemberek most bemutattak egy módszert, amely ezen a téren hozhat jelentős javulást a jövőben. A birmingham Aston Eston Egyetem számítógépes szakemberei egy olyan módszert fejlesztettek ki, amelyen radikálisan csökkenthető a mobil alkalmazások energiafogyasztása, és ennek következtében jóval hosszabb lehet az akkumulátor működés, akkumulátorról való működési ideje a készülékeknek. Ez egy átlagos mobiltelefonnál a legjobb esetben akár 6 órányi plusz üzemidőt is jelenthet. A kutatók egy mobil felhő hibrida alkalmazási keretrendszert készítettek, Ó, de jól hangzik, androidos eszközök számára első körben. Ez mind a felhő platformon, mind, platformon, mint pedig a mobil eszközön képes végrehajtani az applikációkat. Tehát ott futtatja őket a felhőben, de akár ugyanúgy a jelenleg lokálisan is futtathatók. Az új technológiával, amelyet Code of Landingnek, azaz kód kihelyezésnek neveztek el, ezzel azonosítják a választott alkalmazás leginkább energiafaló részeit, átteszik ezt a felhőbe, hogy ott hajtsák végre ezeket a műveleteket, nem pedig a mobilon, és ezáltal kímélik a mobilnak az akkumulátorát. Tehát gyakorlatilag a nagyon energiaigényes műveleteket felhőben futtatná le, ugye hiper-szuper csúcs számítógépeket működtetnek a legtöbb, a legtöbb vagy nem is szolgáltatók, hanem ugye a tech cégek, a tárhelyszolgáltatók, felhőszolgáltatók, és azoknak a számítógépeknek meg sem egy-egy programnak a futtatása, míg azért a mobiljainkon elég sok minden zabálja ugye a processzort, és hát emiatt merül leginkább egyébként a telefonunk. Viszont ha nem a telefonunknak kell futtatni az applikációkat, akkor ugye kíméljük ezáltal. Ez kicsit olyan, mint hogy van az a Uh, ugye az Xboxnak is például, de azt a Playstation is fejleszt már ilyet, hogy úgy lehet játszani, úgymond streaming módon játszol, tehát nem lokálisan fut a számítógépeden vagy a konzolodon a játék, hanem gyakorlatilag távol fut egy távoli szerveren, és te csak látod a képét e, a játéknak, persze interaktív módon ugyan tudsz vele játszani, na itt is hogy így kell elkezdeni, hogy egy távoli számítógépen fut az app, vagy hogyha mondjuk remote desktopon, tehát egy távoli asztallal bemész egy számítógépre, szerintem miért már sokan csináltatok, ugye Windows-ban is van ilyen, és ott futtatsz programokat, tehát te csak látod igazából, nem a saját lokális számítógépeden fut, hanem a távoli gépen, mégis látod az eredményt, tehát olyan, mintha azon a gépen dolgoznál, na így kell ezt is elképzelni. Két androidos alkalmazással kísérleteztek első körben, egy Instagram-szerű prototípussal, illetve az Image effect szel amely a GitHubon is elérhető nyílt forráskódú applikáció. Az előbbinél több mint 60%-kal csökkent az energiafogyasztás, és mindössze egy megabytnyi plusz hálózati adatforgalmat generálta a művelet. A második app esetén 35%-kal kevesebb energiát használt, és összesen 4 kB plusz adatforgalmat generált ez az egész művelet. A mobilappok és a felhő szolgáltatás összevonása nem új keletű dolog, hiszen például a Google Maps is így jeleníti meg a térképadatokat a képeken, ugye? A Birminghami kutatók megoldása viszont általános célú és tulajdonképpen bármilyen alkalmazás esetén használható. Van néhány nagyon egyszerű módszer, amelyel most azonnal érezhetően hosszabb üzemidőt lehet kicsikarni a mobilból. Ezeket ugye már, ezekről már korábban is beszéltünk, például a Dark Mode egyik ilyen, vagy hogyha lejjebb veszitek a fényerőt, vagy hogyha kikapcsoljátok a, azokat a programokat, háttérszolgáltatásokat, amiket nem feltétlenül használtok sokat, akkor bizony elég sokat lehet spórolni az üzemidőben. Na, meg persze, hogyha nem nyomkodjátok annyit a mobilt, ugye. Én, nálam ez, ez vált be. Nekem azért van még, nem tudom, x év után is a telefonomnak ugyanolyan hosszú üzemideje, mint korábban, mert nem nyomkodom egész nap. Akkor nyomkodom, amikor szükség van rá. Jó. Um. A Facebooknál kiadta Mark Zuckerberg az ukázt, ezen túl csak és kizárólag androidos telefont lehet használni a cégnél. Megutálta az Apple-t. De egyébként ez így változik, mert ezt már egyszer régebben is mondott ilyet, aztán utána csak csomószor az van, hogy a Facebook újdonságainak egy része először érdekes módon iOS-en jelenik meg, csak később jelenik meg Androidon, de mintha már egyszer mondott volna ilyet korábban is a Zuckerberg bácsi. A vezérigazgatói utasításra ezentúl csak androidos készülékeket használhatnak a Facebook menedzsmentjének tagjai, sajtó információk szerint a döntésnek köze van az Apple vezér Tim Cook által néhány hónapja megfogalmazott Facebook kritikához. Amikor tavasszal kirobbant a Cambridge Analytica botrány, és kiderült, hogy a Facebook által nyitva hagyott kiskapun tömegesen lehetett kihordani a felhasználók adatait, az Apple-t vezető Tim Cookot is megkérdezték az újságírók, hogy mit tenne Mark Zuckerberg helyében. Ő akkor azt mondta, hogy ő eleve nem kerülhetett volna ilyen helyzetbe. Az Apple első embere ezután sem fogta vissza magát, sőt a vállalat vezetői, több fronton, például a mobil, illetve asztali operációs rendszereket bemutatván is kihangsúlyozták, hogy ők hisznek abban, hogy a felhasználók érzékeny adatai nem tekinthetők áruciknek. Ezt vagy az Apple. A tavaszi ügykezeléséről és utóhatásairól író The New York Times szerint Mark Zuckerberg ennek hatására, direkt mondom így, <laughs> egyébként, csak hogy mindenki tudja, megteszed a bedugod a laptopomat, mert mindjárt lemerül, és akkor nagy bajba leszünk. Uh, szóval a tavaszi ügy kezelésének utóhatásairól a New York Times-ban, uh, New York Times szerint Mark Zuckerberg ennek hatására utasította a... Hú, ezt nagyon összekevertem ezt a mondatot, elmondom előről, jó? <laughs> Na, harmadszor is nekifutunk. Szóval a tavaszi ügy kezeléséről és utóhatásairól író The New York Times szerint Mark Zuckerberg ennek hatására utasította a Facebook menedzsmentjének tagjait, kizárólag androidos telefont használhatnak ezen túl, iPhone tehát nem. A döntés hivatalos indoklása viszont úgy szól, hogy mivel a világon messze az Android a legelterjedtebb rendszer, célszerű, ha a Facebook fejlesztéséért felelős vezetők is azt nyomogatják. Azt nyomogatják, érted? Hogy melyik szempont mennyiben járul hozzá Zuckerberg döntéséhez, arról persze nem tudni, de az biztos, hogy ez utóbbi hivatalos indoklásban is bőven van ráció. Olyannyira, hogy a Facebook belső kommunikációs részlege már ezelőtt, hat évvel ezelőtt is olyan posztereket helyezett ki a vállalat főhadi szállásán, amelyben androidos váltásra bíztatták az iPhone-t használó munkatársaikat. Az akkor még csak kérés formájában megfogalmazott irányelv mögött nem valamiféle Apple iránti ellenszem vált, sokkal inkább a közösségi oldal felhasználóinak érdeke, a Facebook ugyanis korábban iPhone-okat adott céges mobilként az alkalmazottaknak, aminek többek között az lett az eredménye, hogy ezt ismerték meg jobban a munkatársak, erre koncentráltak a közösségi oldalánál, és ugye a Facebook iOS-re kiadott alkalmazásai sokkal jobbak is lettek az androidos társaiknál. Ennek pedig az androidos felhasználók itták meg a levét, és most ezt szeretnének fordítani a ezen a történeten. Szerintem ez túl van kicsit uh, misztifikálva, mert... Uh, neked iPhone-od van? így már egy Facebookot! Csak kíváncsi vagyok, hogy, 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 mert rég használtam iPhone-t, hogy, uh, hogy igazából milyen különbségek lehetnek egyáltalán. Most csak kinézed be például, hogy a, 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 a dinamikát, meg a felhasználói mint azt most hagyjuk, mert ez telefonfüggő is persze, az se egy mai iPhone, tehát igazából körülbelül egyébként jó, jó, jó akkor az összehasonlítás alap, mert kb. egy idős telefonunk van. Tehát ez egy iPhone mi ez? 6-os? 6S, ez meg egy Nexus 5X, ami nagyjából egy időbe jött ki körülbelül, ha jól tudom. Ugye? 2013 4. Na, akkor nagyjából jók vagyunk. Hát, uh, kinézetbe, na de nekem, ez az alkalmazásod. Tehát ez a Facebook alkalmazás, ez így néz ki minden iPhone-on akkor tényleg van különbség. Hát például első szembetűnő különbség, hogy nekem fönt vannak a menük, a, itt meg lent vannak a menük. Egyébként pár hónappal ezelőtt Androidon is lent voltak a menük, most fölpakolták, de ha jól emlékszem, akkor régebben meg az, az iOS-en voltak fönt a menük, és az Androidon voltak lent, tehát mindig változtatnak valamit, de ahogy látom, így igazából most tök mindegy, bemegyünk egy-egy menübe, hogy, hogy nagyjából milyen, hogy miket lehet ott elérni. Ú, azért jól lassú a telefonon. De gyakorlatilag szinte ugyanaz. A beállítások is ugyanott vannak, tehát én nem nagyon látok sok különbséget igazából a két telefon között, hiszen ugye nem is a telefon itt most a, a hangsúlyos, hanem az, hogy ugye operációs rendszerek, és az operációs rendszereken a, alatt ugye hát teljesen más, bármennyire is azt gondoljuk, hogy Facebook applikáció meg Facebook applikáció, mivel két külön platformról beszélünk, teljesen más a két program, máshogy van leprogramozva. Ugyanazt tudja, meg ugyanúgy is néz ki nagyjából, ugye, de mégis más, hogy valószínűleg a programkódot megnézve teljesen más, hogy néznének ki a, 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 az alkalmazások. Tehát igazából lehet ebbe igazság, és azért ezt ne felejtsük el, hogy az emberek nagy része valóban tényleg Androidot használ, tehát a felhasználók 90 a jó, ebből az okos telefon az mondjuk 80, tehát hogy 80-20 arányban használnak Androidot, illetve iOS-t az emberek, tehát ha mégis az iOS-t emeljük ki, vagy, vagy arra koncentrálunk, akkor mi van a 80 kal Tehát nem, mint hogyha persze most akkor meg az iOS-re nem kell koncentrálni, mind a kettőre. Mind a kettővel foglalkozni kell, tehát úgy lenne jó, ha mindenkinek két telefonja lenne, nem? Tehát, hogy már hogy a, a Facebook dolgozóknak legyen egy Androidjuk is, meg legyen egy iPhonejuk is, és mind a kettőre fejlesztenek már rendesen, egyformán. Ugyanolyan ö, ö, esélyekkel induljon mindenki, nem? Esélyegyenlőség. Na, no, menjünk tovább. A Huawei is dolgozik összehajtható mobilon, ezt már tudjuk. De ők most inkább másra koncentrálnak, mert hát gyakorlatilag már mindenki beelőzte őket. 2019 a összehajtható mobilok éve lesz, ezt mondják. Én ezt, én ezt azért kétlem. De lesznek olyan mobilok is, de hogy az, annak az éve legyen, szerintem azért azt hagyjuk. Walter G. a. Huawei európai fogyasztói üzletágának elnöke elárulta, hogy mivel készül a Huawei 2019-ben, az elsődleges konkurenciának a Samsungot tekintik. Hát logikus, mert már csak ők vannak előttük gyakorlatilag, ugye az Apple-t már beelőzték az idei évben. Hát a következő nagy rivális a Samsung, akit be kell előzni, na az egy nehéz, nehéz kör lesz, azt gondolom. Tehát azt, azt, ahhoz még egy jó pár év kell, ha egyáltalán és jó pár, jó, jó negyedévet kell ahhoz zárni, hogy egyáltalán megközelítsék a Samsung eladásait. Az elmúlt hét folyamán eldőlt, hogy az összehajtható telefonok bemutatása terén a Samsung nyerte a versenyt, legalábbis a nagy vállalatok közül, illetve hát attól függ, mert hát hogyha úgy nézzük, hogy egy-két kínai gyártó is megjelentetett már még a Samsung előtt is összehajtható mobilt ö, ténylegesen is, nem csak koncepcióként, mert egyébként a Samsung tegyük hozzá, hogy még nem mutatta be, csak a koncepciót mutatta meg, míg egyébként a nem is tudom mi a cégnek a neve, aki e, már így bemutatott egyet, egy kínai, most nem jut eszembe a neve, mert két hete beszéltünk, és nagyon nonén volt, de ők már be is mutatták, tehát lehet kapni azt a készüléket, tehát azért ez sem mindegy. Minden esetre a Huawei most a dél-koreai gyártó mögé került ebben, ez azonban nem jelenti azt, hogy feladták volna a dolgot. A Üzletág vezető elnök szerint, a Huawei e Európai e Üzletágának a vezetőjéről beszélünk, a napokban arról nyilatkozott, hogy mi mindenre mi készül a cég 2019-ben. A jelek szerint elsősorban a kamerákra fognak koncentrálni, amiben jelenleg a Huawei a legerősebb egyébként, a P20, illetve a Mate 20 Pro mobilok kamerái a világ legjobb okostelefon kameráinak számítanak de előkerült azért más is a kalapból. A tervek szerint kiadnának egy négy hátlapi kamerával felszerelt okos telefont, amiben tízszeres zoom funkció, tehát közelítési lehetőség lenne minőségvesztés nélkül, tehát analóg zoomról beszélünk, nem digitálisról. Emellett viszont jön egy 5G képes összehajtható okos telefon is, mindkét készülék az első fél évben kerül hát a boltokba. Azt elismerték, hogy ezen a téren a Samsung a 2018-as Galaxy A9-ese beelőzte őket. Ugyanakkor úgy gondolják, hogy ugyanezt sokkal jobban fogják tudni megcsinálni, és csúcskategóriás mobilnak megfelelő technológiát tesznek majd a készülékekbe. Igaz, azt egyelőre nem lehet tudni, hogy a tízszeres zoom csak optikai lesz, vagy valamilyen optikai digitális hibrid megoldás. A lényeg, hogy a minősége jó legyen. A piacon jelenleg 3 és 5 zoomra képes kamerákat találni az okos telefonokban, azt is főleg a csúcstelefonokban. A tízszeres azért az már, az már, elég, elég szép, bár teszem hozzá, hogy a telefonnal közeli képeket csinálni, remegő kézzel, tízszeresen elvariózni valahol és megtartani, videón felejtő, képen még szó-szó, négy kamerával azért szerintem lehet olyan stabil képet lőni, hogy az azért nem lesz, nem lesz rajta talán bemozgás. G szerint a Huawei számára a csúcskategóriás készülékek fejlesztése jelenti a megfelelő utat. Az alacsony, illetve középkategóriás mobilok esetében ugyanis nem sok veszteni valójuk marad, elsődleges versenytársnak pedig a Samsungot tekintik. A cég P sorozata jövőre nagy valószínűséggel a P30-as nevet kapja, majd de egyelőre még semmilyen megerősített információ nincsen ezzel kapcsolatban, ami napvilágot látott volna. És akkor még egy ö, ö, hír, ez inkább kicsit vicces, bár lehet, hogy inkább a szánalmas vicces kategória. Semmiféle párhuzamot nem szeretnék természetesen vonni, de ilyenkor mindig jókat szoktam mosolyogni, amikor, amikor a kompetens emberek megszólalnak bizonyos ügyekben. Ilyen a japán kiberbiztonságért felelős miniszter is, akiről kiderült, hogy nem is használ számítógépet. Tehát értitek? Ő nem használ számítógépet, de ő a kiberbiztonságért felelős miniszter. Ez a leggyönyörűbb az egészben. Nem használ munkájához számítógépet, az egyebek közt a kiberbiztonságért is felelős miniszter, derült ki egy a japán parlamentben elhangzott interpellációban, vagy nem tudom felszólalásban, amelyet a törvényhozók kérésére adott ő maga. A miniszter elmagyarázta, hogy a számítógép használatát igénylő feladatokkal az asszisztensét szokta megbízni, és biztos benne, hogy remek munkát végez. Igazi politikus vagy a csém. A hálózati feszültség és a, ká... a, a kártékony programok kapcsán feltett kérdésekre a 68 éves miniszter, Nehezen értelmezhető választ adott, azt felelte, hogy a rendszerben sosem használnak USB-t, ami arra utal, hogy nem tudja, hogy ezek a dolgok mit is jelentenek. A japán sajtó szerint elképzelhető, hogy a szünetmentes tápegységre gondolhatott, amelynek az angol rövidítése UPS. Ugye, tehát nem USB, hanem UPS. <laughs> tehát végül is majdnem hasonlóan hangzik. A jelenetet élőben közvetítette a japán országos televízió is, így az is látható volt, hogy a képviselők hangosan kinevették a minisztert. A szakuráda, Abe Shinzo miniszterelnök a múlt hónapban nevezte ki a legutóbbi kormányalakítás alkalmával ezt az új minisztert. E, aki felelős egyébként a 2020-as Tokiói nyári e, olimpiai játékok megrendezéséért is. A miniszter 1996-ban került az országgyűlésbe a Tokió melletti Chiba e, prefektúrából, úgyhogy e, hát úgy látszik, hogy nem akarok párhuzamot vonni. Úgyhogy nem fejezem be mondatot. Úgy látszik, hogy pont-pont, és mindenki gondoljon, amit akar. Jaj, múgy, múgy, múgy. Na jó, van, legyen ennyi elég. Első körben jöhetnek a hozzászólások. Facebook.com, fixhd, illetve indítok egy Skype-ot is. Hát, ha ott is van kedve valakinek hozzászólni a műsorhoz, de persze a telefont is használhatjátok erre. A célra tv.fixhd vagy fix tv hang. Ja, nem, az a Skype-unk, igen. Ezt mindig összekeverem, mert egybe akarom így mondani a sok információt, amit már úgy is tudtok, de hát nekem, mint műsorvezetőnek ez a feladatom, hogy ezt szajkózzam. Ennyi. Ez, a, ez az időkitöltő. Hát el kell mondani, nem? Tehát legalább soha senki nem mondhatja, hogy nem mondom el elégszer. Mert volt már olyan, hogy valaki volt minket, és azt mondta, hogy hát nagyon nehezen tudtam magukat elérni, mert mindig más számot hívtam, mert nem tudtam jól a számot. Hát ember, mindenhol ki van írva a weboldalra, én itt elmondom 80-szor, itt állandóan ki van írva, hát most az, hogy te rossz számot hívsz, az szerintem nem a mi problémánk, meg kell tanulni elolvasni a számokat, meg jó bepötyögni, ez ennyire egyszerű a történet. <laughs> jó? Van egy telefonálunk. Halló, halló! 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 Üdvözlök, Venni Karcsi vagyok. Egy, két próbáltam írni itt a, Facebookon keresztül, aztán nem jött össze. Két kérdésem lett volna. Az egyik rögtön, hát ez nem biztos, hogy érint téged, vagy tudsz válaszolni. Magyarul mondani, de a Facebookon nem tudom, de te van a hócipő, mert sokszor panaszkodtam. egyszer nem lehet hozzáérni, mert valaki fődob egy, egy új oldalt, ha jól még, még te is mondtad, Olvasol, egy várjá, 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 picit, olvas, nem nem nekem húzd le, mert nem olvas, hallom. Rá, lösz, Ott húz hát le. A... Le. Várjá, a pillanat, a fél... egy pillanat, jó, mert, tehát, hogy de üvölt, ő üvölt, és én nem hallottam a fél mondatát, vagy a fél hozzászólását. Tehát, hogy ha Igen? Le, jó, jó, igen. Na, nekem hallgat, a tehát, van egyszer, a fész, nem neked, nem, nem, nem a kollégával beszél. Ja, bocsán, ja, ja, bocs. Fölveszi a fülest, és lehalkítja. Tehát ő hallja, csak én nem. Ja, ja. Jó, tehát azt vettem ki a szavaidból, hogy tehát a Facebook földob valami ablakokat, vagy micsoda? na, mondjuk erre nem, akart, nem, akartam kitérni. A lényeg az, hogy a Facebook alatt te a hócipő, vagy volt sok egy cikket, úgy, hogy te is mondtad, el akarom olvasni, és egyszerűen valaki földob egy új hirdetés, és amit is egyszer nem lehet végigolvasni egy cikket, vagy bármit. Na hagyjuk, a két kérdésem ja. próbáltam írni, Uh, igen? ugye én is win használok, mondom próbálkozok a, a, a skype-al. Na most fődobál nekem mindenféle meg most új, meg stb. mit, tudom én, és egyszerűen a, a, a skype-ot a régi ismerősime együtt, úgy mint titeket, egyszerűen elveszed, kitörölt. Na most, na nem tudom. Hát az azért lehet, mert lehet, hogy nem használja az új skype-ot az adott ismerősöd. Ugye de én azt használtam hogy de ő lehet, hogy nem. De ő lehet, hogy nem. És ugye erről beszéltünk, hogy, hogy aki nem cserél le a Skype-ot, ezt körülbelül így november elejé, és sőt október folyamán kellett igen. cserélni, akkor az új Skype-ba ők, mint mint, mint partnerek már nem fognak megjelenni, mert ugyanak a régi skype Jó, ezt nem. értem, oké, okay, és ezt uh, én hogy állítani a régi ismerősök, stb. Hát Tehát... újra meg kell keresni őket, és csak akkor uh, fogod megtalálni, hogy a vannak. Ez az, hogy hogy elhagyom a telefonom, akkor most újra minden ismerős, hát... új száma, mindenkit hívják föl, hogy új Nem feltétlenül, mert hogyha leszinkronizálod ugye a kontaktjaidat valahova, Igen. egyébként a Skype kontaktok is fönn vannak a Skype-on, tehát igazából, hogy ő is lefrissítette, akkor ott kell lennie a kontaktjait között, hogyha neked korábban úgymond partnered volt. Na, csak most próbáltam kontaktus keresni veletek, és a Skype egyszerűen semmit nem ad be. Mondom, a... ez azért van, mert régi a hozzáférés, és nem frissítette valószínűleg a Skype-ot, tehát valószínűleg nem is használja ezek szerint. Mert a régit meg nem lehet használni. Tehát, van fönt a régi, a régi nem nem hát enged kapcsolódni. én most frissítettem, mert frissíteni hát az új Skype-et skype ugye, hogy rakja föl meg, izé. Uh -huh. Jó, hagyjuk ezt oh. majd, kiböngészem. A két fő kérdésem annyi lenne, ami lényegében érdekelt van, hogy most kicsit a mobil világba lépünk vissza a számítógép iparába. Egy barátom vett egy új alaplapot. Uh -huh. Nem értem az összefüggés, mindegy. X összeget vett. Fölhívott a segítség neki bekötni, ugye, csámperolni, stb. Oké, okay. mondom, menj fel a. a vagy én fűmentem a netre, letöltöttem, már PDF-ben, bármely géphez meg lehet kapni, vagy alaplaphoz, hogy melyiket hova dugod, mit, hogy csinálsz. Minden bekötöttem, minden fr frankó. Bekapcsoljuk a gépet, a következőt csinálja, főpörögnek a ventilátorok, jön a kezdő képernyő, ugye beolvas, hogy ugye fe, fek, félre, hogy miket tud, Igen? és abban a percben nem újraindul, kikapcsol a gép, de csontra processzor. újraindulunk. Most... Processzor hűtés. Kapásból mondom, processzor hűtés. Szerintem Igen? legalábbis. Vagy lehet, hogy a táp nem elég neki a magának az egész gépnek nem tudom, hogy mindent rádugtatok? Tehát Minden, videókat... tehát úgy, hogy a, a, a eredeti igazi először, leírás alapján tehát, mit, hova, hogyan, mindent. Okay, tehát... Jó, de úgy értem, hogy hogy mindent, hogy hát e, különben nem működne, de hogy vinyó is rá, van dugva, Minden, azért mondom, Na, tehát, tehát mondom, hogy... képeli, beolvassa a képernyő, hogy bejelentkezik a monitoron értem, a hogy gép. Ezt értem, hagyod, hogy mondjam, mert akkor mondom, mit Igen. Le mindent róla, tehát ne legyen rádugva semmi, csak a vinyó. Tehát legyen menne memória, processzor, igen. Uh, és a vinyó mondjuk rádugva. Semmi más, tehát CD-ról másik vinyó, Igen. ilyesmit, ne dugjatok rá, és így is nézzétek meg, hogy így működik-e. Ha így tovább megy, akkor kevés a táp neki. Ha ugyanakkor ugyanúgy leáll, akkor uh, meg kéne... Ha nem újraindul, leáll a gép. Igen, ezt mondom, tehát ha ugyanúgy leáll, Igen. Akkor, uh, és utána megint bekapcsolod, meg kéne próbálni bemenni a bios hogy akkor is leáll -e. Ha akkor is leáll, tehát egy idő De után... De rögtön -e. belépésre nem nem is enged belépni. Hogy, hogy nem enged belépni? Hát úgy, hogy elkezdődik a fekete képernyőnyomók, f 10 vagy F12-t, F2, ugye minden gépnél más a, 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 BIOS belépő, vagy DEL, mindegy. Uh -huh. Már az összeset kipróbáltam, be se tudok lépni a BIOS-ba. Tehát nem is engedő, végig futatja ezt a szöveget. Hát ezt meg nézni, hogy... hogy mivel kell akkor pontosan belépni, mert ugye ez lehet, hogy elég gyorsan uh, uh, tovább akarna menni. Igen. És hát ott gyorsan kell megnyomni a gombot. Tehát, hogy van, van a laptopom is nagyon gyors, és nekem is van olyan, hogy be akarok menni a BIOS-ba, és háromszor kell újraindítanom a gépet, mire végre be tudok lépni a BIOS-ba, mert mm hogy -hmm. mm -hmm. eltalálom a gombot, hogy melyiket kell megnyomni, illetve nem jót nyomok, de valamiért még mégse veszi be. Ilyen van sajnos. Ugye ezt, ezt próbáljátok meg, de mondom szerintem itt ez a kettő lehet, tehát vagy a tápkevés, vagy a processzornak a pasztázása nem megfelelő, és ezért nagyon ja, gyorsan hát pasztáz, és esetleg. lekapcsolja, igen. Aha, ez talán segítene, ugye? Igen. Pedig csak annyi, hogy alaplap csinál, tehát hozzá se nyúltam sem. Hát de az alaplapban van a processzor, tehát gondolom a processzor hát, a já, Ja értelek, hogy hiába új, hát mondjuk használt alaplapot lesz a probléma, hogy haszpa. Hát lehet az alaplap is probléma, ez ugye a harmadik variáció, tehát hogy lehet, hogy használt, és valami nem stimmel vele, és nem, lehet, hogy nem véletlenül adták el. Uh -huh. nem, nem, úgy nem, idézelve, úgymond is, és az tehát biztos, hogy jót kaptunk. Uh -huh. Csak én mondom, a hiba keresésben nem tudtam most melyre Jó, folytassam. Kompatibilis hogy... meg biztos kompatibilis, tehát nem az a gond, mert akkor odáig se jutna el, hogy egyáltalán ki. Hát, hogy bejelentkezem, vagy alapján. Igen, tehát... Csak e... azért a gyanús, hogy jön a fekete kép, a fehér blá, 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 a gépbe, és puff, kikapcsol a gép, úgy, hogy van. Mondom, ez valószínűleg túlmelegedés miatt van, vagy kevés tehát a táp Aha. vagy, Igen, tehát a pasztát szedjétek le róla a hűtőt, szedjétek le róla az összes processzorra kent pasztát, tehát ne ar arra kenjetek még, hanem tisztítsátok meg szépen az alkohollal, ipari alkohollal, és utána finoman lehet kapni ugye, processzorpasztát, van, van, és van plán, ilyen. És akkor nagyon finoman nem bizételek tűnik, hanem csöpp elég. Így hát nem egy csöp, de azért egy, egy, egy nagyobb csöp elég a közepére, igen. és utána, hogy ráteszed a hűtőt, az úgyis szétnyomja, és el fog terülni a procina. A, és akkor meg lesz a megfelelő elvezetés. Jó, nagyon ja? köszönöm a segítségedet. Okay. Óriási a műsor, még köszönöm. egy gyors kérdés, mert le akartam nagyon a Nagyon gyorsan, itt. mert várnak már itt nagyon sokan. Oké, okay, csak igen? a másik az lehet, volna, hogy Ilyenkor új lapnál kell-e bios frissítést csinálni? Hát, ha van hozzá, akkor érdemes, de jöjszön, próbáljátok ki, hogy működjön rendesen. Ha működik rendesen, akkor igazából nem fontos, de lehet. Ha van hozzá frissebb bios, akkor érdemes föltenni, persze. Nem, mert így akartam, akkor a második kérdésem hozzá tudom, hogy bios frissítés, bios frissítés, mikor ajánlatos csinálni? Hát, én azt mondom, hogy ha megy egy gép normálisan, és nincs semmi kimondott Igen. oka annak, hogy a bios frissítse az ember, akkor nem muszáj, de egyébként meg a mai gépeknél ugye rengeteg hiba volt az elmúlt illetve ebben az évben ugye a processzor sebesszetlenség, ez az amaz amiket azért a gyártók a frissebb uh, alaplapokon javítottak. Tehát a BIOS frissítéssel azokat mondjuk Tehát nem kötelező, korátermi. hogy elmondva ennyi. Nem kötelező, persze. Semmi sem Köszönöm kötelező. Köszönöm a segítséget, további okay. szép Hello, szia, napot szia. és jó műsor. Köszi, megyünk tovább. Itt van Jenő. Hello, Jenő. Hello. A Károlynak szeretnék csak egy tippet mondani, hogy itt a skype -a kapcsolatban mondta, hogy nem látszanak a korábbi ismerősei az új Skype-ba. Igen. Megpróbálhatja esetleg, hogy belép a Web Skype-ba, és akkor vannak a mert ott látszódnak a régiek is. Igen. És onnan kirkálja, ugye Ez is egy megoldás. Kirkálja. Ez is jó. Igen, ezt el is felejtettem mondani, hogy én például már nagyon úgy vagyok ezzel az egész Skype-be hogy le fogom szedni a francba, mind a két verziót, mert fönn van a sima is, meg az asztal is, és hagyom a francba és webes Skype kész. Ott legalább. Az legalább működik, többé-kevésbé. És meg tudtad annál oldani, hogy látszódjanak a hívások? Látod, hát figyelj, nem, az a baj, látszódni nem fognak a hívások. az értesítés be van kapcsolva, akkor látszódik, mert akkor földobja, de az nekem csak a chrome működik rendesen, az Edge-be valamiért nem. És ugye a hang meg le van kapcsolva azért, hogy nekem ne csörögjön itt bele az adásba, mert úgyse hallom egyébként. Tehát, hogy látni meg csak akkor látnám, ha aktívan azt az ablakot nézem. De én nem azt az ablakot nézem állandóan, ezért nem veszem észre. Úgyhogy ilyen azért. hátrányai még vannak, majd chrome fogom használni, mert Chrome-ba értesítésként felugró ablakba kidobja, hogyha jön egy, bármelyik ablakba ki tudja tenni, hogy jön egy. edge az értesítései nem jelenítik meg? A, nekem az Edge értesítések valamiért nem jelennek meg, de lehet, hogy azért meg kapcsoltam, tehát, vagy nem tudom, mert, de... mert már régi a telepítésem, nekem is majd újra kell húzni a gépét. azt tudod, hogy az edge az értesítését azt nem a sima Windows gépházba kell bekapcsolni az értesítéseknél? Hát a... Edge-en belül? Igen, az Edge-en belül, de nem emlékszem, hogy kikapcsoltam-e, majd megnézem, mert nem nagyon szoktam használni az Edge-et. Kicsit érdekes, hogy mind a kettőt az MS fejlesztés pont annál nem működik a Skype, de hát, igen, igen. <laughs> én... akarom volt. Hát ezek azok a dolgok mindig, amiken én is szoktam mosolyogni, hogy, hogy valahogy Microsoft házon belül néha nem tudják, hogy mit csinálnak a nyugati szárnyba a keletiek, tehát vagy fordítva, tehát hogy szerintem így vannak néha problémák. Igen. Köszönöm szépen. Én tetsz. is köszönöm. Hello, hát. szia, szia. Na, közben egyébként látom Karcsinak a hozzászólásait, vagyis hát legalábbis egyet, hogy köszönt, és hogy két kérdése is lenne. Tehát egy, ennyi jött a, a, Facebookon is, tehát megjött az. Aztán valami cseng, igen, tehát egyébként az a baj, hogy azt azon a gépen már megint elindítottátok a, a, mi a francot, a, a chip telefon szoftvert, ami oda is kicsörgeti a telefont, és azt csörgött bele adásba, amit nem is értek, hogy hogy mikor ki, van, ki kéne, hogy legyen húzva. De be van keverve, a, a mindegy, össze-vissza van állítgatva hangpult, az a baj, a srácok mindig elállítgatják, és akkor utána így néznek, hogy mi a franc van, most mi történik, amikor így minden honnan jönnek be esetleg hangok. Hát kapcsolt ki a szoftvert, és akkor amúgy is jobb, ha, jobb, így csörög, és nem ott, nem? Mert hogy a telefon ott csörög a gépen, és nem a telefonba jelenleg. Nem tudom, miért lett az bekapcsolva, annak, amikor rossz volt a telefonhibridünk, akkor használtuk. Még de hogy miért van az bekapcsolva állandóra, azt nem tudom. Na, mert hogy többen kérdezik itt, hogy nem lehetett semmit hallani, mert belecsörgött ott az egész, be, belezenélt perceken keresztül. Igen, az még az elején volt. Na, de szeretem, hogyha beszélek, és nem hallani, amit mondok, tehát az, az tök jó, akkor beszélek a falnak. Aztán, mi van itt még? Zoli írja nekünk, szia Lendi, akkor a gépházban és a startmenüben, a tálcán, a fájkezelőben is el fog tűnni a sötét téma. Nem fog eltűnni, félreértés ne essék. meg fog jelenni egy másik, tehát egy világos téma is. Egyébként a startmenü az alapból sötét. Most, nem? Meg a csempék, meg ilyenek ott körülötte. Aztán ugye a dark módot már be lehetett kapcsolni, vagy be lehet kapcsolni ugye a Hát az októberi frissítés óta, hát nekem már régóta az van fönn, ugye, csak van, akinek még az nem most fog megjönni, vagy még most se jött meg. Abban már van sötét mód, és tavasszal megkapunk egy még világosabb módot. Csak azt nem értem, hogy miért nem lehet, un, úgy, mint régen a Windows 7-nél, vagy a Windows XP-nél, hogy olyan rájutott, amire arra akarod. Majd átszínezed, ami erre te szeretnéd. Tehát mit kell itt sötét, világos, majd te beállítod a tónust is akár. Tehát, hogy ezek azért előre meghatározott Válasszál három közül, ez nagyon epülös hozzáállás inkább. Hogy ez a három monosz nem érdekel, ha nem tetszik, ez van, kész. Ezt használod, ha már megvetted sok pénzért, vagy semmit. Tehát, vagy, vagy használja Androidot. Ez a hozzáállás. De most a Microsoft is ilyen kezd egy kicsit lenni. Értem én, hogy hogy, hogy akkor van három beállítás, és akkor a háromhoz maguk a fejlesztők is tudnak igazodni, és nem kell mindenhez. Ha ezt annak idén az XP-nél, sőt, visszamegyek még korábbra XP, miről beszélünk, a 3.1-es Windows-ba is lehetett témákat állítgatni, meg színeket már, az ablakok színeit, háttérszint, tónust, mindent, akkor azt nem értem, hogy ezt miért kellett kivenni például a 10-ből ebben a formában. És most ne azt mondjátok, hogy a, háttér, a, a, a tálcának a színét, meg ilyesmit, mert azt lehet állítani, ugye? De úgy például a menüknek a színét, azt nem lehet. Régen lehetett. Telefonálunk van. Hallo, Hello, Servus Wendy. Hello, szia, parancsolj. Bandi vagyok. Hello, Bandi. A következő kérdésem volna a Windows 10-esbe. Mindig az UTC időt állítja be, tehát a Greenwich időt, az az angol idő, és Igen? mindig ki kell kapcsolni az automatikus beállítást és akkor beállítani módosítás, és akkor beállítani a hazai időt. De ez Milliószor írtam a, a hogy is a Windowsnak, hogy csináljanak már valamit vele. Um. Van-e olyan lehetőség, hogy beállítsam, hogy a gép az a hazai időt mutassa? Mert ilyen nem találok. Hát alapesetben, ha ezt egyszer beállítod, ennek úgy kéne maradni, ez akkor szokott elállítódni, hogyha az ember valamilyen, mondjuk Linuxot használsz, esetleg szoktál néha Linux-sal próbálkozni? Hát bizony, én használom, ki van kapcsolva a hibertél. Én... Na, de nem... De Linuxot szoktál használni néha? Vagy valamilyen pendrive-ról néha? én a Linuxot használom, Na, csak az van, a helyzet, így. hogy az nekem az a winchester -em. Értem, de ez sajnos az így működik. A Linux teljesen másképp kezeli az órát, mint a Windows, és ő a hardveres órát is átállítja. És ugye a, a Windows meg a hardveres órához egy úgynevezett logikai órát kapcsol, az látszik a Windowsba, és azt a hardveres órához igazítja. És mivel a Linux állandóan átállítja a hardveres órát, mert más, más módon számítja az időt, ezért van az, hogy ha utána visszabútolsz a Windowsba, akkor bizony el lesz csúszva. De a... könyörgöm, a windows -ba van egy olyan beállítás, hogy az, az, az rábízom, hogy állítsa be Én az van. időt az internethez képest. Igen, de, hát de az csak időnként kéri, de az, kéne, hogy én magyar nem, vagyok, tehát ez, neki ez nem állandóan, azonnal be kéne állítania a magyar időt. Így van, ez egyébként ebben egyet értünk, hogy miért nem csinálja ezt gyakrabban. Át lehet írni registrybe egyébként, hogy gyorsabban csinálja, de egyébként körülbelül két naponta vagy három naponta kérd le az órát. Tehát, hogy igazából ő ezt csak időnként szinkronizálja az atomórával, tehát az internetes idővel, és uh, uh, nem, nem rögtön. Mondjuk ezt a gép bekapcsolásra egyébként elvégezhetni, ebbe igazad van, de ezt nem csinálja meg. Viszont, ha hát bemész akkor a menübe és ez a Windows ben... 10? Hát? Szoftver, az operációs rendszer. És? Azért, mert Most... a Linux az mindig szó nélkül, azonnal beállítja. Már Még Más a két. Windows után is. Aha. Mondom, a kihúzom a hardisket a gépből, fiókba, visszadúgok egy másikat, hogy belépek egy ilyen ö, mikro SDHC kártyára telepített linux az USB portba, és akkor az azonnal fölismeri, már is úgy kiírja a magyar időt. Igen. Na, szóval ha erre nincsen lehetőség, akkor trágya. Ezért használom minden kedden csak a Windows 10-et, este kapcsolom be, akkor dugom be, lefrissítem, utána játszok egyet az egyik kártyajátékkal, a 13-assal, a piramissal, utána kihúzom és elfelejtem egy hétre, és csak a Linuxot használom. Szíved joga! Jól van, köszönöm Jó, szépen! Elnézést, hogy fenntartottalak, de akkor maradjunk a bajtrágya. Jó, oké, okay. ez a te véleménye. <laughs> szia, szia, megyünk tovább. Ádám írja nekünk, Linuxra esetleg tudtok-e olyan Android emulátort ajánlani, mint a Windows-on van a Droid 4X? A lényeg, hogy úgy működjön, mint egy virtuális gép, de mégse kelljen teljes virtuális gépet felhúzni, manuálisan telepíteni rá az op -rendszert. Az nem jó, ha csak az APK-t tudja indítani. Bevallom őszintén, Ádám, nem tudom, sőt, én Windows-on sem nagyon haszn nem, hogy nem, 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 hogy nagyon, egyáltalán nem használok, tehát nem keverem a szezont a fazonnal, ha mégis egy komplett rendszer, tehát hogyha mégis valamiért Linux kell, akkor vagy a, a Windowsban lévő ugye best tudom használni, hiszen a Windowsba van Linux, vagy virtuális gép, én így szoktam. Linuxon is hasonlóképpen csinálom, már hogy csinálom időnként, vannak olyan gépek, szerverek, amiken vannak virtuális gépek, és az alatt futnak külön, ugye, virtuális számítógépek, és van olyan, hogy Linux alatt fut egy Windows például, de... Igazából nem tudom. Tehát ilyen emulátort nem nagyon tudok. Tehát ha valaki tud, akkor várjuk a hozzászólást, ebben annyira nem vagyok képben, nem, nem csípem annyira az emulátorokat. Aztán... De itt jött is egy tessék, valaki. Milán itt ajánlotta neked, hogy a Genymotion-t nézd meg, elvileg google be rá lehet keresni. Nem ismerem én sem. Oké. Okay. Rendben, várjuk a további hozzászólásokat. Hát figyelj, de ezt szerintem tegyél fel egy android simán, ha Androidot akarsz használni. Tehát, hogy e, nem tudom, nekem olyan furcsa ez a dolog, hogyha, hogy most csak egy, egy ablakba futtatunk csak egy programot, egy Androidos appot. Hát figyelj végül is. De minden androidos appnak szerintem van valami, valami számítógépes megfelelője, nem? Vagy legalábbis egy jó részének. <laughs> Érdekes, nem tudom, mondom, ezzel még nem foglalkoztam annyira. Uh, jó. Linux. Linuxos például, igen, itt Milán, erről beszéltünk Milán, múlt, nem múlt héten, szerintem lehet, hogy tegnap, vagy tegnap előtt beszéltünk róla, hogy hogy ugye a Samsung a héten elkezdte megcsinálni, amit egyébként már korábban is megcsinált, ugye van neki egy kis készüléke, egy DEX nevű kis csoda, amiben ha beteszed így a telefonodat, és hozzákötöd egy, számít, egy, egy, mi ez, egy monitorhoz, billentyű tegeret, raksz rá, bedugod rá esetleg az internetet, de még az se szükséges, ugye, mert, mert ezt wireless is tudja gyakorlatilag, akkor számítógépet csinál a telefonodból. Ugye van egy ilyen desktop módja. Egyébként a Huawei-nek is van ilyenje, és az még Dex se kell. Sőt, ha minden igaz, akkor most majd már samsung sem fog kelleni, hanem csak egyszerűen veszel egy ilyen kis átalakítót, ami, ami mondjuk, itt tudom én, lehet kapni hogy az USB-C-ből csinál egy HDMI-t, meg mondjuk legyen rajta az egy USB port, hogy hozzá tudják csatolni egy billentyűt, meg egy egeret is esetlegesen mondjuk egy vezeték itt ami egy vevőről el tud menni, és akkor bekapcsolható lesz ez a desktop mód, és most már nem csak a Samsungnak a saját desktop módja, tehát ez a Dex mód lesz elérhető rajta, hanem gyakorlatilag más Linux-disztribúciókat is képes lesz futtatni. Ezt ennek én csak egyetlen egy hátrányát látom, hogy azért egy komplett Linux-disztribúció, még egy Ubuntu, ami most alapból elsőként támogatva leszünk. Milyen érdekes, hogy az Ubuntu mindig az alapértelmezett támogatott, elsődleges disztribúció bármikor, amikor valahol egy Linuxot kell akár natív, akár virtuális környezetben futtatni, lásd a Windowsnál is ugye, az Ubuntu az elsődleges, de később majd más disztribúciókat is elérhetővé fognak tenni. Szóval az Ubuntu itt is az első, és ami én hátránynak látok, persze meg kell nézni, hogy pontosan ez milyen verzió, meg meg, meg hogy működik, de hogy az, hogy egy komplett disztribúciót felhúz, az bizony 4-5-8 giga. Tehát annyit elfoglalni a telefonból csak azért, hogy legyen egy Linuxod pluszba rajta, aminek azért a úgymond bebútolása azért szintén idő, tehát amikor te ezt úgy bedugod és elindítod, akkor az ott gyakorlatilag átbútolja a telefonodat Linuxba. Tehát nem tudom, hogy ez hogy fog hatni magára a, a rendszerre, illetve hogy ez most igazából egy virtualizálás akkor, csak egy másodlagos képernyőn, tehát ugye az usb c és egyébként a telefon ugyanúgy használható marad, mert DeX módban igen, tehát a telefonod ugyanúgy használható, sőt jönnek a hívások, az SMS-ek, mindent ugyanúgy tudsz csinálni, csak ugye van egy desktop módod. Viszont ha Linuxot futtatsz, akkor egy kicsit olyan, mintha ő most úgymond átbútolná. Ez a kérdés, inkább ez egy kérdés, hogy átbútolja oda, mert akkor hogy lesznek utána telefonhívások, meg SMS-ek, meg ilyenek, hogy ezt hogy fogja lekezelni a Linux, tehát ugye az Ubuntu, vagy csak virtualizálva, úgymond egy ablakba futtatja, tehát mellette a telefonod teljes mértékig használható marad. Na ezek még a jó kérdések, hogy ez egész pontosan hogy fog ténylegesen működni, de tény, hogy, hogy mostanában akinek Samsungja van, és S8-a, S9-e, vagy nagy -ja, tehát ugye ez csúcs telefonokra igaz első körben, bár lehet, hogy későbbiekben más platformokra is, vagy más készülékekre is ki fogják majd adni ezt a lehetőséget, de próbáljátok ki, hogyha van hozzá megfelelő kütyütök, hogy ez hogy működik, mert kíváncsi lennék rá. Majd a Gábor telefonján megnézzük, mert neki, neki az van, hogy ez egyáltalán hogy működik. Igen, 3,6 gigabyte, de legalább 8 GB szabad hely azért nem árt neki. És 4 GB RAM. Tehát, hogy 4 GB RAM, az ott komplet telefonban van annyi, nem? vagy nem tudom mennyi van az S8-ba például, de szerintem abban 4 giga van. Azt hiszem, legalábbis. Úgyhogy azért ez eléggé erőforrás igényes, tehát nem ugyanaz azért, mint a DEX mód, ami igazából a, a Samsung applikációkat használja csak gyakorlatilag átméretezi, illetve az ablak, tehát a magát, a desktopot is ugye átméretezi, és azt jeleníti meg neked normálisan ikonokat lekicsinyíti, és hogyha, tehát egy rendes asztali módban használhatóvá teszi a telefonodat. Kíváncsi leszek, hogy a Linux hogy fog rajta futni. Jó, aztán... Jó van. Köszönöm szépen a figyelmet. Eddig futottam a, az időnk. Holnap restart extra, hogy kivel azt nem tudom. Én itt leszek ez a lényeg. Összefoglaljuk a hét legfontosabb eseményeit, úgyhogy várlak benneteket a tévéképernyők előtt. Szevasztok!